Dude, what's he doing? Jesse, come on! Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban meg fogjuk nézni a Life of Luxury új videóját, gyerekek! 57 perce került ki az új rész. Elég hosszú rész egyébként, 34 perces, szóval nyugodtan hozzatok popcornt, feküdjetek le, vagy dőljetek hátra. Ez egy hosszú rész lesz. Az a címe, hogy szörnyű dolog történt a lányával. Ennyit tudunk. Valószínűleg az indexképből ti már sejtitek, hogy ez sem egy vidám rész lesz. És az a baj, hogy minden videó elején el kell mondjam, hogy ez kamu. Tehát ez egy megjátszott horror kisfilm amatőr színészek által. Tehát még mai napig mindig kapom a kommenteket, hogy ez kamu, na akkor a szégyen vagyok. Igen, mint egy horrorfilm. Azt se azért nézed, mert igaz. Parker haj. Itt van Chester is. Ó, már egy kis külön intrójuk is van. Nem most amikor volt leutóbb rész 7 hónapja. Na, Chloe-tól kapták az e-mailt, 18 éves. Ó, az erdő közepén él a testvérével és az apjával. Tehát összefoglalva az apjával és a tesójával él az erdő közepén, és szokott néha sikolyokat hallani, és ötlete sincs, hogy mi lehet az. Amikor az apját kérdezte a hangokról, akkor az apja nagyon ideges lett. Ezt a videót küldte bizonyítékként. Jaj, ne. Az mi volt? Bro, I feel weird going to this house. She said in the email that her dad's been angry lately. We're obviously not welcome there. Igen. Chester megint nem akar menni. This house is really deep in the woods. What if we don't get any connection out there? Dude, right now everything's fine. Amúgy igen, az erdő közepén mi van, hogyha nem... Mondjuk nincs térerő. És nem tudnak jelezni, hogyha baj van. Az jogos felvetés. Kíváncsi vagyok egyébként. Szerintem nem véletlen volt ekkora kihagyás, és a Halloween alkalmából egy elég komoly résszel készültek. Milyen ház ez? Nem tűnt a legbarátságosabbnak, hogy úgy mondjam. Kop, kop. Chloe? Igen? Na, azt már nem nyitja ki. Hú, ez az ajtónyikorgás. Are you Chloe? Yeah, yeah. Mit van Chloe? Is it cool if we come and talk? Yeah, that's fine. Okay, let's go. Bemennek beszélni vele. Fú. Felújítás van? Így egyből az elején? Miért mosolyog a csaj? Te vagy az apjuka? Ti vagytok a kisbabám barátai? Nagyon jó kislány, de milyen magas! Nem úgy, mint a... Semmire kellő testvére. Apa, visszamész a szobába? Tehát az apuka nem szereti a fiú gyerekét, viszont a lány gyerekét, azt igen. Fú, de nem nézett ki jól amúgy. Hey, Chloe, thank you for letting us sit down with you. Yes, thank you. Na nézzük, mi történt. Éjszaka, amikor általában aludni akarok, hallok fura hangokat. Az első néhány napban whining, nem tudom mi az a whining, sorry. Peeling. Tehát hall ilyen kaparó hangokat, meg
csámcsugó hangokat. Húha. Okay, well, your dad just mentioned something about your brother. Az apukád említett valamit a testvéredről. Ez mi volt? Erről nem beszéltek. Yeah, so is there something that mi történt a testvérével? You know how amazing my daddy is? Tudod, milyen lenyűgöző apukám? Azt mondja, hogy vagyok a legjobb lánya földön. Húha, a csaj se százas. Kirúgták néhány hete a munkahelyéről az apját. Doktor volt egy kórházba. Szerinted azért, mert kirúgták, azért lett depressziós? Kórházba dolgozott. Well, it sounds like you care about your dad a lot and you're a good daughter. Yeah, törődik a csaj az apjával, az biztos. I can tell he's really hurting. Tehát az apja, azt mondja az apjának, hogy baja van. Tehát nagyon depressziós, és biztos, hogy valami őt nagyon bántja. Körbenézhetünk a házba és a pincébe. És azt mondta, hogy sokszor hall a pincéből, sokszor hallja, hogy a pincéből az apja kiabál. Megsikoltozik. Bro, hú. Did you see that guy? What the hell's wrong with him? Látod ezt a csávót? Tűen? Yeah. What, did that guy seem normal to you? Mint ami maszk lett volna rajta, vagy nem is tudom. I don't know, I guess he's off, but he just lost his job. Okay, well, how would that make him creepy? Oké, hogy elvesztette az állását, de mitől néz ki ilyen ijesztően? Chester, vagy Parker szerint full normálisan nézett ki a csávó? Ami elég nagy rendetlenség van a házban, mintha egy ilyen felújítás lenne. Ez a pince, gondolom. Hogy utálom azt a nyikorgó hangot, ott egy olló. Ez a legparában az, az ajtónyikorgás. Mi ez a sok cucc? Van itt egy szoba lent a pincébe. De miért? Lenne itt valaki, aki... aki a pincébe zárt... vagy tart fogva csávó? Hú, itt volt valami kajat tele bogarakkal. What are these things? Ez mi a gyász? Ott volt valami akvárium, ezt ki ne nyisd. Nyakörvek. Ezek nyakörvek voltak. Hát jó, nyilván láttátok. Amiken nevek vannak. Justin, Chloe és volt ott még valaki. Szóval én kutyaként kezeli az apja a gyerekeket, hogy, hogy mi a franc? Van ott még egy szoba? Fú, nagyon bizarr eddig ez a rész. Fúha. Why does he have all this set off? I don't know, dude. He's a surgeon, right? It's probably just some of his old stuff. Jaj, ne. Kutyaketrec, kórházi asztalok, meg felszerelések. Hát itt van szerintem a pincében, nem történnek túl szép dolgok. Ott is van egy nyakörv. What is this? Konkrétan a pincéjéből csinált egy kórházi termet. Púha! Van ott infúzió is. Ajaj. Ajaj.
Chloe nagyon sikít. Mi történik? Ezt az ajtót, ezt a ne! Chloe? Azt a rohadt, de megijedtem. Parker, come here. What's wrong? Dude, her dad's here. Excuse me, sir. We were just downstairs and heard screaming. Lent voltunk és sikolyt hallottunk. Történt valami? A babám nem tud játszani. Veletek. Beteg. Oh no. Mit csinált vele? Fú, gyerekek. Nézzék már meg amúgy, hogy hol van. Megnézik Chloe szobáját. Chloe? Mi az? Miért van infúzióra kötve? Chloe? Are you okay? Eddig semmi baj nem volt, most hirtelen beteg lett? Dude, what did he do? What's wrong with her? Van, amit tett vele az apja. We heard you screaming. Yeah, I don't know. My daddy says I'm sick. Apa azt mondta, beteg vagyok. This isn't normal. Ask what he did to her. Yeah, Chloe, so when we were down in the basement, we heard you... Lent voltak a pincébe, hallottuk, hogy kiabálsz. Valami történt veled és az apáddal? Ezt el kell mondanod nekünk, ha történt valami közted és az apád között. Jól vagyok, csak aludnom kell. Utána remélem jobban leszek. Apa hozott teát. Fú. Hát ez... Szerintem ezt nem kéne meginnod. Nem akarja egyedül hagyni az apját. Tudom, hogy ez szomorú helyzet, hogy az apja az ilyen lett. Szüksége van rám, ha belegondoltak amúgy. Ez egy kicsit szomorú is. Oké, szokásosan felrakják a kamerákat a szobába. Nála van a... Na! What did you say the name of your dog was? Mi volt a neve a kutyának? Pepper. Hát igen. Az nem Chloe. Okay, so we got that camera set up. Tomorrow morning when we wake up. De kérdezze már meg, hogy mi ez. Vagy legalább mutassa már meg Parkernek ezt a pórázt. Miért nem mutatja meg Parkernek? Nem mondja. Vagy de? We heard her scream. We're China. That her dad tells us she's sick. Something really messed up is going on here. Yeah, I know. We really need to get this footage tonight. Bro, who cares about footage? She said her dog's name was Pepper. Do you know what that means? Kutyája neve Pepper volt. Let's just wait until her dad leaves his room so we can put a camera in there. Dude, seriously? Come on. Várja, Parker tudja ezt a pórázas cuccot? Oké, okay, elhagyja a szobát. Fú, de nagyon magas ez az valami. Oké. Okay. Bemennek a szobájába. Miért van minden letakarva ebbe a házba egyébként? Fú, itt lesz valami, itt lesz valami. Kerekesszék. És az mi? Ugye azok nem emberi szervek. Ojaj. Nem, nem kell megnézni. Ó, és egy számítógép. De az is le van takarva.
Miért? Nézzétek meg. What? Are you touching his stuff? Wait a second. Ez szerintem a Dark Web. És venni akar. Vagy mi? Is that Chloe? Fenn vannak a Dark Web-en képek. Dude, he has all these pictures on here. Chloe-ról, ahogy alszik. What the hell is that? Dude, mik ezek a rajzok? You can look that kind of stuff up on your own time. Dude, it was already on the screen, it's not mine! Listen, I already set up the camera. Let's just get out and go to our room before it comes back. Okay. Fú, a csávó az, ami nem csinált túl jó dolgokat. Hát nyilván. De hogy fel van töltve a Dark Web-re. Dude, can you get off your phone for 2 seconds? I need to talk to you. Yeah, what's bothering you? Dude, something happened to Chloe, and her dad should not have all that stuff down in the basement. Something sick is going on here. Dude, but you know we put cameras in the basement and like all over this house. Töltötték az egész házat kamerákkal. Reggel látni fogják, mi történik. Just because you feel safe sleeping here doesn't mean I do. Bro, why are you giving me such a hard time? Chester nem érzi magát biztonságban, hogy itt adasz a nek. Mindig amúgy ez van, hogy a Parker nyugodt, Chester meg ideges. Fúj. Volt valami szar a párnál. És azon alszik. Szóval a lényeg, hogy Parker az nyugodt, Chester pedig nem. Na, éjjel egy van. Na, ilyenkor szoktak történni a jó dolgok. Chloe alszik. De ő akkor most jól van. Pincében nem történik semmi. Pú. Az apjában viszont történnek dolgok, ahogy látom. Ekkora szája. Miért így fekszik? Erről az csámcsogó hangról beszélt a család, vagy rágó hangról. Ó, gépezik. Gondolom most töltöget fő dolgokat. Fú, beteg. Eddig nem volt ilyen szája. Hopp, észrevette a kamerát. Mit csinál? Magával viszi a szekrénybe a laptopot, a gépet. Oké, összetörte. Lehet rájött arra, hogy a Parkerék látták a felvételeket? Meg a képeket? És inkább összetöri a bizonyítékot, hogy mi? Chloe pedig felkelt erre nyilván. Szétcsaptak egy baltával, és beleiszik abba. Fúj. Parkerék meg se hallották, hogy baltával szétverték a gépet. Na, hova lett a csáva? Igen. Parkerék mondták, hogy ne igya meg azt a teát, de ő megitta. Mi történik a csajjal? Meghalt? Ó, Isten, de beteg. Viszi a tolószéket. Gondolom erre várt a csávó. Fú, de ronda vagy. Lehet, hogy egy ilyen beteges orvos, aki mindenképp gyógyítani akar azután is, hogy kirúgták, és ezért beteggé teszi a gyerekét? Hogy aztán meggyógyítsa. Mi a franc történik?
le lettünk fejelve. Fú. Na, nézzük vissza a felvételeket. Hogy aludtál? Miért érdekel? Fel tud kelteni Chloe-t. Előkésztem a felvételeket, és megnézhetjük. Hát, Chloe nem lesz ott, van egy szomorú hírem. Reggel 6 óra van. Mi kellnek fel ilyenkor? Chloe? Oh God. Ajaj, tudja, hogy baj van. Chloe? Igen, nincs ott. Infúzió eldőlt. I don't know where she went. Nem tudom, hova ment. El kell mondjam Parkernek. Hát, pincébe van. Dude, Parker, I just went in Chloe's room and she's gone. What? Dude, I told you, her dad is doing something horrible. We need to leave now. Mondtam, az apja szörnyű dolgot csinál. El kell tűnnünk. Listen, I'm gonna watch the footage from last night. If you wanna watch it, you can come with me. Fú, kíváncsiak, hogy reagálnak a felvételekre. Ez most nagyon izgalmas, Jézusom! Ez az eddig legösszerakottabb rész. Igen, az apja az gépezett. What? There's something wrong with her. Dude, I don't like this. Dude, her dad took her. He took her into the basement. Igen. We have to go down to the basement and look for her. No, dude, no. It's too late. We gotta leave now. Hát pedig le kell menni a pincébe. Chester nem akar lemenni, de muszáj. I want to see if there's anything more on his computer. Okay, let's go to his room and then to the basement to find Chloe. Az a gép sincs már ott, Chester meg akarja nézni a gépeket és a gépét, de már az se lesz ott. Még mindig büdös van a szobában. What the hell is this? Is this supposed to be us? Why is there a giant hole in me? Lerajzolta a csávó őket, de Chesternek van egy ilyen lyuk a hasán. Ó, jaj, tehát őt úgy ábrázolta. Szóval velük is akar valamit csinálni. Okay. Wait, don't you want to set up another camera in here? Nah, I don't think he saw the one we put here yesterday. Come on, let's just go find Chloe. Okay. So Chesterékkel is van terve a csávónak. Ennél halkabban nem lehet lemenni. Akkor ezért volt ott az ágy, meg minden. Egyébként lent a pincébe. Mert akkor ilyenkor ott alszik a csávó, gondolom? Mi befogadunk, hogy rajta lesz a póláz és kutyaként fogja kezelni? Vagy a műtóasztalon fog feküdni? Chloe, itt vagy len? Nincs az ágynál, az ágyon. Fú, de nem tetszik ez nekem. Valaki megette a kaját is, ami ott volt. Ú, ez nem lesz jó. Késő van már nekem ehhez. Használta azokat a szerszámokat, meg eszközöket éjszaka. All we saw is that he brought her down here. Oh my Valamit csinált vele. How did you get it? Something sick is going on here. Okay, so what do you want to do? I don't know. Look, there's still an IV going to that box. I think he's hiding something in there. Okay, you want to know what? Let's just see. Yo, no. It's locked though. We gotta open it. Dude, it's locked. Az egy koporsó? És eddig a koporsóhoz nem volt bezárva. Most meg már be van. Tehát, ha belegondoltak, most már lehet, hogy benne van a csaj.
Dude, what are you doing? Felmentek, anélkül, hogy belenézzenek. Milyen nyugodt Parker, telefonozgat. Bro, but why? I don't think we can help these people, and I don't think you even care about helping them. What the hell are you talking about? You don't care. You just want to hold them. Chester azt mondja, hogy a Parkert nem érdekli ez az egész. And the only reason I've been on my phone so much is because I've actually been looking online to try to find nearby therapists and help these people. What? That's ridiculous. Telefonján terapeutákat keres, hogy segítsen ezeknek az embereknek. Hát ez nem fog neki segíteni. Alright, that's fine. Dude, my pillow's even wetter than it was the first night. Huh? Fúj, nedves a izéje. Mi az, hogy csak ignorálja? És megint ráfekszik. Most már vizes a párna. Hát csak nyugodtan ráfekszik, hát ki vagyok. Hát nem magától lett vizes. Egy párna nem ereszt vizet. És milyen nyugodtan alszik rajta? A vizes párnán. Ez nem koporsó, az ami kis doboz. Az apja pedig itt alszik fent. Alszik. Fekszik. De hol a Chloe? Biztos abban a dobozban van. Ez 100%. Most már felülök, mert izgulok. Megint rajzol a csávó valamit. Mit akar? Ajaj. Nem jó a vérnyomás. Vérnyomás? A szívverés. Benn van a dobozba. Meg fog halni. Hogyha most nem megy oda senki. Meghalt. What? És? Mi történt? Átváltozott. De hogy nézett ez ki? Ki sír? Parker! Dude, wake up! Do you hear that? Dude, what is that? I don't know, we gotta get out of here. That might be Chloe, bro, come on. Let's go. Le vagyok sokkal. Hogy nézett ki az a valami, amivel átváltozott? Honnan jön ez a hang? Lentről jön a hang a pincéből. Na jó, olyan volt, mint a... Nem tudom. Amit nem tudunk, hogy mi történt a tesójával. Mi ez a morg... Ójaj. Ajaj, megvadul. Menjél már, Chester! Chester? Chester, where are you? Most szétváltak, ez nem jó. Ott van. Ki van kötve? Hello? What's back there? Nem muszáj benézni.
Hogy néz ez ki? Én be vagyok szarva, gyerekek. A puci? Te vagy az? Az apja próbált meg... Valami van itt. Oh, dude, don't touch that thing. It looks like it's sick. Ne fogd meg, vagy ne érj hozzá, úgy néz ki, mint aki beteg. Dude, what's he doing? Ez nagyon hangos volt. Mi történik? Próbálnak kimászni. Elkapta a lábát. Nem, kiszabadult. Fú, mit csinált a lábával? Elvette a cipőjét. Ez a legnagyobb probléma most jelenleg. Sír. Sírt a Chester, amit megértem, lehet én is sírtam volna. Na. Végig sétáltunk a fák között, ami meg nem találtuk az autónkat. És? Még mindig ötletünk sincs, mi volt az, ami megtámadott minket. Fú, gyerekek. Nem tudom. Valószínűleg biztos benne, hogy a Chloe támadta meg őket, miután már átváltozott. De amit nem tudunk, hogy mi lett a tesójával. Ugye tudtuk, hogy van egy férfi, egy fiú testvére is. Vitassátok meg kommentben, hogy szerintetek mi történt az apjával, hogy mitől lett ilyen, meg hogy szerintetek mi történt a fiú testvérrel. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről. Szerintem az apja az elkattam, miután kirúgták őt a munkahelyéről, és elkezdett talán kísérletezgetni. Valami ilyesmire mernék tippelni. Na, de én mindenkinek meg szeretném köszönni a figyelmet. Köszönöm mindenkinek, aki végignézte ezt a közel 30 nem tudom hány percet. Remélem tetszett. Ha tetszett, akkor azt jelentitek, hogy lájkol és iratkozzatok fel a csatornára. Jók lehetek. Sziasztok!